Na ez szép volt. Valóban ügyek mentén, valóban a szakmaiság talaján, és valóban alkuk nélkül kívánjuk a következő években ezt a munkát végezni. Több pénz a hajléktalanoknak? Kevesebb a pártkádereknek? És soros szervezetek a hivatalban? Normálisak vagytok? Szerencsére a Fidesz, a Tisza és az LMP együtt akadályozta meg ezt a sok hülyeséget. Ezeket az embereket, hogyha nem fogja tudni ellátni az oltalom, és erre nem kap valamilyen védőhálót, ahogy főpolgármester úr mondta, akkor nagyon gyorsan az utcán találják magukat. Baranyi Krisztina szerint a főváros pénzén kellene megoldani a hajléktalan helyzetet, különben krízis áll elő. A kutyapártnak fontos az átláthatóság, illetve a, hogy viszonylag minél kevesebb pénz menjen el korrupcióra, akár a fővárosban is. Gyerekek, ne fáradszatok már, üljetek be pozícióba, és pofa be! A Tisza, az LMP és a Fidesz nemet mond a soros szervezetekre és a hajléktalanok pénzelésére. Szóval Zsuzsa, Gergő, Kriszta! Menjetek visszamosogatni, jó?